Egyre tudatosabban terveznek az autósok, a Strada matricák nyújtotta előnyökkel, áll az UDI fizetési szolgáltató közleményében, amely szerint annyi vinyettát adtak el a tavaly decemberi elővásárlási időszakban, mint amennyit még korábban soha. 162 ezer autópályamatricát adtunk el elővásárlási kampány keretében, ez egy soha nem látott rekord, ez a 2020-as évhez képest egy összességében 14%-os növekedés, hogyha megbontjuk, akkor az országos éves matricák 16%-kal emelkedtek, az kb. 70 ezer matrica eladás volt, a megyei matricák pedig 12%-kal emelkedtek, 92 ezer darabot adtunk el belőlük. A számok azt mutatják, hogy az év utolsó hónapjában gazdára talált matricák mintegy 60%-a megyei, 40%-a pedig országos éves jogosultság volt. Noha Szabolcs-Szatmárvereg sosem tartozott az élbolyba az előzetesen eladott matricákat tekintve, tavaly decemberben 24%-os emelkedés volt megfigyelhető 2020-hoz képest. Az akkori 890-ről körülbelül 1100-ra nőtt a számuk. A legtöbb vinyettát egyébként minden évben a személygépkocsikra váltják meg. A buszos eladások ezúttal még visszafogottabbak, mint egy évvel korábban voltak. Ennek oka a külföldi turisták távolmaradása. Noha decemberben megvásárolt matricák száma évről évre növekszik, még mindig sokan hagyják az utolsó hetekre azok beszerzését. A 2021-es matricák még egészen 2022. január 31-ig érvényesek. Körülbelül 2 millió 800 ezer matrica jár le január 31-én. Ugye körülbelül 160 ezer fogyott el, tehát még bőven 2 millió 500 ezer fölött, 2 millió 600 ezer fölött van még azoknak a matricáknak a száma, amelyeket még nem újítottak meg ebben az évben. Idén egyébként tovább bővült a fizetős útszakaszok száma az országban, ilyenből azonban a megyében nincs újabb. A hazai strádák teljes hossza már a 2000 kilométert közelíti.